megtelt kis színjátszókkal a Kispiaci Általános Iskola. Egymást követték a jobbnál jobb produkciók. A helyi Visnyei Ádám és társai a Fából költött Vaskarika című színpadi játékot adták elő. Már elég régóta próbáljuk. Ez igazából egy elbeszélő előadás, a felnevésről szól. Hát már volt ezzel egy föllépésünk, nagyon élveztük a próbákat, már úgy december óta tart a próbánk. A helyiek mindig örömmel vállalják el a szervezés feladatait, hiszen Kispiacon az iskolán belül is több színjátszó csoport működik. Idén már a 15. éve, hogy az egyik elődöntő az Kispiacon van, tehát elődöntőket tartanak még Bánátban, illetve a Szórványban, ahol az anyanyelvápoló csapatok nem mutatkoznak, és a legjobbak kerülnek a döntőbe. És Kispiacra azért volt már évek óta a választás, azért esett Kispiacra, mert itt a kolléganőinknek köszönhetően igen népes és kedvelt a színjátszás, alsósok, felsősök egyaránt. A két legjobban teljesítő csoport részt vehet majd a döntőben, amit várhatóan májusban szerveznek majd meg.